szervezetünk egyik legfontosabb célkitűzése az, hogy párbeszéd valósuljon meg az oktatásról, és azokról a kérdésekről, amikben a diákok is a diákság képviselői úgy érzik, hogy fontosak és kifejlődést igényelnek. Az első kérdésünk az az lenne, hogy szakmailag mivel indokolható az erkölcstan, illetve a hit és erkölcstan oktatás kötelezővé tétele. Én el tudok képzelni olyan iskolarendszert is, vannak rá példák, amelyekben nincsenek kötelező tantárgyak. Közvetíthetünk valamit egy hittankönyvben. Igen korlátos a hatása. Elmondhat valamit a tanár, szintén kicsi százalékkal érvényesül. A kortárs csoport normaképző ereje sokkal erősebben hat egy gyerek nézeteire vagy világára. Akkor is hat, hogy ezt nem tervezzük meg. Megengedheti-e egy állam bármilyen, hogy a saját legitimitása kedvéért egyességet köt az általa kiválasztott egyházakkal, hogy azokat betereli az iskolába, mint tudjuk, ti mondtátok, hogy szinte hatástalanul, de a politikai legitimitása érdekében hozzáférést enged az iskolában a gyerekekhez, és diszkriminálja azokat a gyerekeket, akik mondjuk ateistára vagy olyan vallások tanításaira nevelődnek a családban, amelyeket pártunk és kormányunk nem tekint egyháznak. Ez a lényeges kérdés az egész hittan kérdésben. Célszerűnek tartják, és hogyha pontos, és hogyha igen, akkor pontosan milyen formában szeretnék bevezetni a 9 év folyamos általános iskolákat? Én nem akarom bevezetni a 9 év folyamos alapiskolát. Azt gondolom, hogy érdemes ezen gondolkozni, érdemes ezt megfontolni, és érdemes néhány ilyen programot elindítani, ami ennek ehhez vezethet. Minden egyes társadalmi gondnak az iskolarendszer tantárgyszerű heti 2 órás bevezetése az előbb-utóbb a 90 órás héthez vezetne, és ebben nem igen tudnak a tantárgyak bevezetése körében máshogy osztozni, csak úgy, hogy folyamatosan bővül az ismeret mennyiség. Azért is nem lehet bevezetni, mert ezt föl kell építeni, sőt, hogy is meg kell találni. Isten óvjon attól, hogy ezt előírjuk törvényi kényszerrel és kötelezőséggel, de minél több helyen szorgalmazzuk ennek a feltételeit, hogy ezt ha lehet csinálják meg. Csak szeretnék arra emlékeztetni, hogy a 2011-ben társadalmi vita nélkül elfogadott köznevelési törvény szóról azt mondja, hogy vissza kell tenni a műveltségtartalmakat nemzeti alaptantervbe, melynek ez egészen odáig nem voltak. Isten, megpróbáltuk azt mondani a Kossuth téri fagyoskodó demonstrációnkkal, hogy Isten óvja a parlamentet, hogy ilyen törvényt alkosson, megalkotta, visszanyomta a műveltségtartalmakat a nemzeti alaptantervbe. Tehát a felelős, amiről Taste beszélsz, nem tudom szebben mondani, a kormány és a kormány mögött álló politikai pártok szövetség. László megjegyzéseire azért nem reagálok, mert azt gondolom, hogy nem az a legfontosabb kérdés, hogy megvitassuk, hogy vajon a nemzeti együttműködés rendszere e tekintetben hibátlanul vagy gonosz módon működött. Nyilván egyik sem igaz. Se nem hibátlan, se nem megáltalkodott módon ártó szándékkal tette a dolgát. Nem az a legfontosabb, hogy Magyarországon, hogy most a kormányt lehet-e szidni egy kicsit, vagy lehet-e dicsérni. Próbáljuk a problémák magát megérteni. És utána rávenni a kormányt, vagy épp az aktuális szereplőt, hogy lehetőség szerint abban az irányba mozduljon, ami szerintünk jó. Adjanak ötletet, hogy mivel tudjuk észre téríteni az oktatást jelenleg politikai, hatalmi szituációban irányítókat. Nekem is sok rossz tapasztalatom van az elmúlt 20, nem tudom, hány évben, meg van pár jó, kevés jó. Én véleményem az az, hogy más nem lehet tenni, mint azt, hogy az ember józanul témákról beszél és gyakorlati kérdésekről is azt fogalmazza meg. És a hatalomnak van egy olyan természete, hogy egy ideig nem vesz erről tudomást, de van egy szint, amikor muszáj tudomást venni arról, hogyha a dolgok nem tökéletesen úgy zajlanak. Nem tudom, hogy beszélhetünk ingyen tankönyvről, miközben szerintem ez csak kölcsön tankönyv, mivel hogy
megkapjuk évelején, viszont évvégén kapásból visszaszedik, nem írhatunk bele, nem jegyzetelhetünk bele. De jelen pillanatban az ingyenesség az egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy ilyen kampányeszköz arra, hogy azt mondjuk, hogy valami ingyenes, de egy a gyakorlatban ez az ingyenesség az egy korlátozott keretek között ingyenességet jelent. Ugye mi a véleményük arról, hogy Vácon, a Madách Imre Gimnázium tantestülete a Klikhez írt egy levelet. Ugye az előzménye az az volt, hogy a kérdező intézmény 10 diákot és egy pedagógus kért az országból, tehát minden egyes 800 diákot szerettek volna az állami ünnepségkel látni. A Váci Gimnázium tantestülete egyértelműen írt egy választ, hogy ők nem asszisztálnak ehhez. Mi a véleményük? Szerintem egy demokratikusan működő országban ez egy teljesen normális reakció, és hogyha több iskola így válaszol, akkor onnan nem fognak diákok menni, máshonnan meg fognak menni. Tehát ez én szerintem majd ilyen cikk megjelenhet az újságban, leírják, az azt jelenti, hogy van egyfajta demokratikus magatartás. A dolog menthetetlen, de mondom, világteremben olyan pedagógus kollégák, aki a 80-as években fegyelmit kapott azért, és nem tudta Dornbach Alajos sem megvédeni, amíg megint csak korombérek emlékeznek rá, mert megtagadta, hogy kis építőtáborba kísérje a tanulókat, mondván, hogy az állami intézmény pedagógusának nem lehet kötelező egy társadalmi szervezet rendezvényen részt venni. A kör bezárult. És ez nem érzelem, nem pártszimpátia, ez történész kollégák körül itt, ez történelmi tény, történelmi analógia. A Klikben olyan kollégák döntöttek erről, vagy a Klik fölött, akiknek nem fájt a rendszer, a pártállami diktatúra lebontása 80-as évek közepén, csak jobban örülnek annak, hogyha ők vannak a diktatúra tetején. Nem tudom szemben mondani, Zoltán, ne haragudj. Ez egy meghívás, akkor én nem látok kivetni valót, még akkor sem, hogyha ez egy nemzeti ünnep, akkor kiváltképpen nem. Akkor sem, hogyha ez egy politikai dolog, el lehet venni. Nem tilos. Én elvittem a gyerekeimet a Bős-Nagymaros tüntetésre, a diákjaimat az Erdély tüntetésre. Nem volt kötelező, történelmi fakultáció volt. Fakultáció keretében egy történelmi eseményen vettük részt, és utána megbeszéltük ennek a részleteit. Aki nem jött, nem jött, nem volt probléma belőle. Nem tudom, hogy itt nem azzal állunk-e szemben, amit olyan gyakran látok, hogy tulajdonítok egy szándékot, és aztán erőteljes elhatárolódok tőle. Láttam ilyet, nem egy esetben. Nem az volt, hivatalos leírat volt. Tehát felülről érkezett utasítás, hogy végre hagyta. Fejlíces aláírás is. Nem arról van szó, bocsánat, hogy beszélni az utasítás. Befelé olvasol, és egy meghívó is van aláírás. De ez utasítás. Nem az volt. Jelölje meg. Ha van kérdésük, akkor kérem, hogy tegyék fel. Köszönjük a hozzá.